Tizedik. Valamikor nagyon régen élt egy ember, aki az oltalma alá vette az összes vámpírt. Igazán csak 12-en lettek hűségesek hozzá, de rengeteg csodálója, követője akadt. Ő tudta, hogy a vámpírok miért léteznek, és hogy nem a mutáció teszi őket gonosszá, hanem a döntéseik s a cselekedeteik. Az, hogy jók akarunk-e lenni vagy rosszak, a saját döntésünk, és miután döntöttünk, a szerint is élünk. Ez az ember, akit hívjunk most mondjuk Szemnek, megmutatta a világnak, hogy ezek a félig emberi lények milyen csodákra is képesek, méghozzá saját magát feláldozva ezzel, mert ő is az volt, egy vámpír. Ő erősebb, idegen génekkel rendelkezett, mint más vámpírok, ugyanúgy, mint Magdaléna, Barszabbász, Leonard vagy Alexis, mivel ők mind közvetlen leszármazottak, egyenes vérvonalúak. De mindközül Sam rendelkezett a legerősebb génekkel, és így a képességeit nem csak önmagára, de másokra is ki tudta vetíteni. Milyen képességeit? Mondjuk a regenerálódást, felelte. Ha valaki ejt rajtad egy mélyebb vágást, napokba telik, mire eltűnik. Igaz? Így van. Nos, a közvetlen leszármazottaknál ez pár perc csupán. Sam képes volt kivetíteni ezt a képességét másokra is, vagyis meggyógyította őket percek alatt. Elég volt, ha csak hozzájuk ért, vagy erősen rákoncentrált. És sok, nagyon sok embert meggyógyított így Laura. A vak megint látott, a béna ismét járt. Igazi csodának hitték őt, ő pedig ezt kihasználta, hogy a jó irányba terelje az embereket. Beszédeket mondott nekik, tanította őket. Mert már akkor tudta, hogy eljön a háború az ember és vámpír számára egyaránt. Óva intette őket a gonoszságtól, mert aki nem érdemli meg, nem is fogja túlélni azt. William, ez a Sam nagyon emlékeztet engem valakire, mondtam aggodalmasan. William elmosolyodott. Egyszer megkérdezte tőlem, emlékszel, hogy Jézus is vámpír volt-e? Mondd, hogy nem. Manapság, ha az ember meghallja a vámpír szót, rögtön egy vérszívó vadállat jut az eszébe róla. De ezt a szót, hogy vámpír, nem mi, az emberek ragasztották ránk. Mi az igazi nevünkön elhagyottak vagyunk, mert megalkottak egyszer régen, aztán magunkra hagytak bennünket. De a sorsunk nekünk is megvan írva, mint mindenki másnak. Azt mondtad, Jézus Isten fia. És nem is hazudtam. Mi mindannyian az ő teremtményei vagyunk. Jézus is az. Csak neki megadatott, ami másnak nem. Elég egy icipici génmódosulás, és már is különlegesebb vagy a többieknél. Lásd a hírmondókat. Ez nekem sok, mondtam könybelábat szemmel, és átöleltem, ő pedig megsimította a fejem. Nyugodj meg, Laura. Ha egészen át szeretnéd látni, mi történik körülötted, és mire számíthatsz, most már muszáj meghallgatnod, és megértened engem. Kibontakoztam a karjaiból, és letöröltem a könnyeim. Úgy éreztem magam, mint aki egy rémálomba csöppent bele. Megint. De igaza volt. Én több vagyok egy embernél, és ezt nem csak neki, de magamnak is be kell bizonyítanom. Rendben, folytasd, mondtam aztán. Kész vagyok rá. Helyes. Tehát, Jézus és az ő tanítványai a kulcsfigurák a végső háborúban. Mert ha nekik bajuk esik, mi sem leszünk védelem alatt, és akkor nem is győzhetünk. A történetét, mint mindenki, te is ismered. Persze nem minden apró részlet igaz belőle. Mi az, ami igaz? A keresztre feszítés? Igen. Longinus lándzsája, a szenvedései? Az is. És a feltámadása? Mint tudod, a vámpírokat csak egyféleképpen lehet megölni, ha levágják a fejüket. Igen, tudom. Ez azt jelenti, hogy Jézus meg se halt, igaz? Igen is, meg nem is, felelte. Igaz, hogy megállt benne az élet, mert túl sok sebet kapott, de csak addig, amíg a teste ismét képes volt regenerálódni. De aztán kénytelen volt elbojdokolni, nehogy az ördög fiának bélyegezzék. Csak a tanítványai előtt mutatkozott, és meghagyta nekik,
hogy egy ideig folytassák nélküle, amit ő elkezdett. Aztán, ha eljön az idő, visszatér. Miért fontos, hogy életben legyenek? Miért csak velük győzhetünk? Mert csak ők együtt, 13-an képesek azt az energiát létrehozni, amely elég kitartást biztosít majd. Olyasmi ez, mint egy védőburok, de csak azokat védi, akiknek a szelleme, a lelke pozitív energiával van telítve, vagyis csak a jókat. Ó, így lesz tehát kiválogatva a jó és a rossz, merengtem. Hihetetlen, de akkor mi is életben maradhatunk, nem? Hiszen mi sem vagyunk gonoszok. Ezt nem a mi dolgunk megítélni, Laura. Sokan gondolják magukról, hogy jók, de a végén majd kiderül, hogy tévedtek. Összeszorult a szívem, hiszen én is gyilkoltam régen. Ártatlan embert is öltem. Mitől lennék akkor jó? Szomorúan felsóhajtottam. És Magdaléna, róla még mindig nem meséltél, mondtam aztán, elhessegetve a fejem felett gyülekező viharfelhőket. A neve Mária Magdaléna, vagyis Mária Magdolna. Na ne! Bizony, ő az, akiről a Biblia is ír, és a 12 apostol egyike. Mi? Az nem lehet, hiszen azok mind férfiak voltak. William gúnyos fintort küldött felém. Elbizonytalanodtam. Vagy nem? Az apostol neve János. Muszáj volt férfinak mutatkoznia a többiek előtt, mert akkoriban, tudod, mások voltak a szokásjogok, mint ma. A többi apostol és Jézus persze tudták, hogy kicsoda, de az emberek nem. Miattuk kellett az álca. Ó, ez már tényleg sok. Mondtam, és a tenyerembe temettem az arcom. A habatortám már csak az lenne, ha kiderülne, hogy igaz, amit egyesek ma állítanak róla és Jézusról. Tudod, hogy szerelmesek voltak. Igazuk van, mondta William, én pedig kínomban elnevettem magam. Azt hiszem, most már mindent tudsz. Ennyi elég is. Motyogtam és átöleltem. Több is, mint amit most képes vagyok feldolgozni. De nem értem, miért harcoltak Lucianus feltámadása ellen, ha egyszer úgy is be kellett, hogy következzen, hiszen az apokalipszis elkerülhetetlen, nem igaz? Úgy van, elkerülhetetlen, értett egyet. De miért ne toljuk időben, ha lehet? Hiszen minden óra és perc ajándék, még itt nincs a vég. De most úgy tűnik, kettő apostollal kevesebbek leszünk, sajnos. Azzal a könyvvel az volt a célom, hogy Leonardot megtaláljuk, mondtam. De nem tudom, milyen nyelven íródtak az igék, és anélkül nem megy. Azt a könyvet maga Jézus írta, de rossz kezekbe került, és emiatt sokat szenvedtek az elhagyottak. Jézus? Akkor ez arámi nyelven van, és csak Magdaléna tudja elolvasni. És a többiek, a többi apostol? Ők nem ismerik ezt a nyelvet, Magdaléna pedig már nem a mi oldalunkon áll. Most mit fogunk tenni? Kérdeztem kétségbeesve. William aggodalmas pillantást vetett rám, és ettől még jobban megrémültem. Hol vannak a többiek? Úgy értem, a többi apostol, hol vannak most? Hárman a mi családunk tagjai, a többiek és Jézus megiddóban lesznek, ha eljön az idő. De már nem marad időnk, ez az utolsó nap. Ha Leonard nem kerül elő, és a 10 apostol és Jézus energiája nem lesz elég a védelemhez, akkor elvesztünk.